hogy valóban Krisztusról van szó. Most a művészet történészek között, és egyébként művészet történeti tanulmányokban is egyébként ez egyáltalán nem képez vita tárgyát, hogy ennek a mozdulatnak és egyébként ennek a fejnek van egy analógiája, mégpedig ez a belvederi torzó, és ez Apollont ábrázolja. Na most Apollóról persze azt lehet tudni, hogy idéző, vagy bizonyos szempontból tekinthető volt pozitív minőségnek is, mert a művészeteknek, a táncnak, vagy az íjászatnak volt az istene, de ugyanakkor a halálnak is volt az istene. Na most, hogyha megint így kibontjuk jobban ezeket a gondolatokat, akkor azt látjuk, hogy az ítélő minőségnek a pozíciójába, ebbe az ítélő minőségnek a központjába, Michelangelo által megfestve, és még egyszer hangsúlyozva a keresztény vallásnak a szakrális központjába, egy olyan minőség van állítva, aki ítélkezni fog, aki egyébként a halált képviseli. És azért ez így elég durva tétel, és a következőnél pedig azt fogjuk látni a következő képen, ez megint csak egy döbbenetes képjel, tehát láthatjuk Krisztus, hát már amennyire látszik. Tehát nekünk a bal keze, ami szintén a festmény az a jobb kéz, ez egy ilyesmi mozdulatot csinál, mintha lecsapna, lesújtana. És az is jól látható, hogy egy irányba a teste az elcsavarodik, tehát egy bizonyos irány meg van jelölve, hogy melyik irányba csap. És ebbe az irányba lehet látni, hogy lefelé csap. És ha itt húzunk a képzeletbe egy egyenest, az egyértelműen ide fog kifutni erre a képre. Vagy legalábbis erre az oldalra. De jól láthatóan egyébként, hogy meghúznánk ezt a vonat, ide futna ki. És akkor meg kell nézni, hogy mi látható egyébként ezen a képen. És itt pedig Krisztusnak a megkeresztelése látható. Na most például János, meg a Márk evangélista ezzel az eseménnyel indítja Krisztus élettörténetét. Tehát ezt nyugodtan vehetjük úgy is, megint, hogy a szimbolikusan gondolkodunk, hogy az az ítélő minőség, ami egyébként fent van, egy apollóni minőség, ami szintén az Ószövetséget képvisel ilyen szempontból, az már az első pillanatban, hogy Krisztus megjelenik, amikor Krisztussá válik, mert a kereszteléssel vált ő Krisztussá, addig csak Jézus volt. Tehát amikor krisztusi tanítás színre lép, abban a pillanatban már lecsújt rá. Ez a Sixtus kápolnában figyelhető, meg még egyszer hangsúlyozom, a szakrális központ a kereszténységnek. Tehát nem hagyja egyszerűen már a kezdeti pillanatban se kibontakozni, nem ad esélyt arra, hogy a Krisztusság és annak a magatartás mintája megjelenjen. Abba az irányba sújt le ez az apollóni minőség. A következő képen igen, most itt közelről látszik az arc, ezt már megtárgyaltuk, és itt pedig Andrea Mantegnának látható egy festmény, ez már egy tradicionális Krisztus ábrázolás, nyilvánvalóan szakállal megjelenítve. És akkor ezek után pedig itt most két analógia, ez a belvederi apollónak, belvederi torzónak a testrésze látható ezen a képen, amit egyébként párhuzamba állítanak Krisztusnak ezzel a mozdulatával. És azért szerintem elég beszédes, és igencsak igazolható ez az analógia. Na most a következő képen látni fogjuk a pokolra jutottaknak az arcvonásait. Ezeken gyorsan végig fogunk szaladni. Hát itt jól látható, hogy eluralkodott a félelem, a rettegés, a reménytelenség. Megjelenik maga az ördög is. De egy jól látható szintén a rémületet az arcon. Itt van a halálnak a képviselete, ez még mind a bal oldalon egyébként, akik a pokolra jutottak, ez pedig már maga a mennyország és az üdvözültek, amiről beszéltem, hogy ledőlnek az oszlopok. Tehát szó sincs arról, hogy ezek a létkörülmények között, ebben az erkölcsiségben, ebben a gondolkodásmódban esélye lenne egyébként a megváltásnak. Na most, ameddig ez a gondolkodásmód egy zárt, lokalizált rendszerben jelenik meg, amit egyébként nevezhetünk, illetve nem nevezhetünk, hanem egyértelműen a Sixtus kápolnáról van szó, addig azt mondjuk, hogy jó, ez a pápának a magán kápolnája, megvannak a veszélyében, nyilván a pápa, tehát hatalmas tömegekhez szól. Tehát amit őt képvisel, vagy amit képvisel a pápaság, azért azt nyilvánvaló ő majd közvetíteni fogja az emberiség számára. De ez a szellemiség mégiscsak egy zárt, lokalizált pozícióban jelent meg. Az igazán nagy baj, az igazán katasztrofális helyzet viszont akkor áll elő, hogyha ez a szellemiség ebből a rendszerből kitör, és eluralja a mindennapokat is. És a következő képen ezt fogjuk látni, ez a Dávid szobra, amit egyébként a Piazza della Signorián állítottak fel, a ottani főtéren, tehát a Firenzének a főterén. És persze most ebből mit lehet kiolvasni, hogy felállítanak egy Dávid szobrot, egy ószövetségi hősnek, egy hérosznak a szobrát a Firenzének a főterén. Hát itt arról van szó, hogy azért nagyon jól tudjuk, hogy a Dávid a Biblia leírása szerint egy törékeny fiatalember volt, aki mégis legyőzte a hatalmas ellenségét. Na most, hogyha ennek a szobornak a paramétereit ismerjük, akkor azért azt tudjuk, hogy ez a 4 métert megharadja. Tehát 4 méter 10-valahány centi. Ez ilyen szempontból teljesen mindegy. Tehát Dávid egy apró ember volt. Tehát testi értelemben egy jelentéktelen embernek tűnt, viszont Firenze főterén, mikor a Dávidságot megfogalmazzák, akkor azt lehet látni, hogy egy hatalmas minőségként fogalmazzák meg, aminek az az olvasati, én véleményem szerint egyetlen olvasati lehetősége,
hogy ezt a Dávidságot én kitolom a közéletbe, az emberiségnek a gondolkodás módjára tulajdonképpen rátelepítem, és a Dávidságot kolosszussá emelem. És ez történik egyébként napjainkban is. És a következő képen pedig látni fogjuk, ez pedig Judit és Holofernész története, szintén ott van egyébként a firenzei főtéren, ezt a szellemiséget, tehát az egységnek a megbontását, a szellemiségnek az elnyesését az emberiség számára prezentálják, mint követendő példát, egy zárt, lokalizált rendszerből eluralja a mindennapokat is. Hogy a Holofernész, azért azt tudjuk, hogy a zsidóság szempontjából egy hatalmas, tulajdonképpen egy sátáni erőt képviselt. Viszont azt meg látjuk, hogy valamilyen szinten mégiscsak képviselte Holofernész olyan értelemben a kegyelmet, amiről már beszéltem az előadás elején, hogy ő, amikor például az ellen, tehát például amikor Judittal beszélt, akkor azt mondta a Biblia leírásai szerint, a Biblia leírása alapján, hogy neked nem kell tőlem tartanod, mert én senkinek nem ártottam, aki egyébként nem támadt rám, vagy nem akart engem meggyalázni. Tehát itt szó se volt arról, hogy na most ő letámadott volna valakit olyan céllal, hogy csak azért, mert az útjában van, kiírtsa. Tehát ez volt a holofernészi alapállás. Tehát, hogyha valaki tisztel engem, és egyébként mondjuk hajlandó még szolgálni, és én azt egészen biztos, hogy nem fogom bántani. Tehát azért mondom, hogy kezdetleges szinten itt az élet szentségének a megtartása, hát talán megkockáztatom azt is, hogy valamilyen szinten a kegyelemmel, hát az ellenségének olyan szinten megkegyelmezett, hogy nem vágta őket le a másik példával szembe. Tehát megfigyelhető egy ilyen, tehát a kegyelemnek a szikrája, a csirája, és ezt fogja egyébként lefejezni Judit, ezt a gondolkodásmódot, és hogyha közelről megnézzük ennek a szobornak a fejét, aki egyébként egy brutális hadvezérnek a feje, akkor nézzük meg, és egyébként ez egy döbbenetes, hátborzongató kép. Hát nekem mondja azt valaki, hogy ez nem egy Krisztus arc. Tehát azért ez valami elképesztő módon, hogy ez így megvan fogalmazva Donatello által. Mert mondom, tehát ez persze lehet úgy érteni, amit most mondtam, és persze van támadási lehetőség ebben az érvelésben, amit mondtam, hogy azért már a kegyelem szikrája megjelenik Holofernésznél. Na de hát, hogyha ezt az arcot megnézzük, ez már maga a kegyelem, és ez már a kristálytiszta megfogalmazódása, és Judit ezt vágja le, és ezt teszem ki a köztérre, hozom ki a Sixtus kápolnából, még egyszer hangsúlyozom, egy zárt lokalizált rendszerben, hogy tessék, ezt fogyasszátok, ez a tietek, ezt kell képviselni. Tehát ezek egészen durva jelenetek. Na most ez, amit itt most eddig elmondtam, ez mind a reneszánsz időciklusában datálódott, ez a gondolkodásmód. Ezt megint lehet azt mondani, hogy jó, hát itt most ide állt elénk egy festőművész, és van egy sajátos olvasati metódusa, egy módszere, és hát persze, hogy most a reneszánszra próbálja ráhúzni ezeket a negatív dolgokat, de én akkor erre azt mondom, hogy nézzük meg, aki egyébként ma is hatalmas jelentősége és ereje van egy filozófusnak, őt Nietzsének nevezik, hogy ő maga mit írt a reneszánszról, és miben látta a reneszánsznak a lényegét. Hát ő hogy fogalmaz a reneszánszról, mert én hogy fogalmazok, azért azt már elmondtam, mert ezek az összes negatív tendenciát már kezd csúcsra járatódni. Aztán a francia forradalommal még jobban csúcsra járatódik, és napjainkban pedig kifut. Tehát most élünk abban az időciklusban, időperiódusban, ami már egyébként a Sixtus kápolnában, sőt, hát ugye 1500 évvel a Sixtus kápolnához képes korábban Krisztusnak az elítélésénél elkezdődött, az a folyamat az most járatódik csúcsra. És akkor a reneszánsz, ez egy nagyon markáns állomás volt ennek a leépülési folyamatnak a létráján. És akkor nézzük meg, hogy Nietzsche mit ír a reneszánszról. A következő kérdést teszi fel, megértjük végre, meg akarjuk vajon érteni, hogy mi volt a reneszánsz? A keresztény értékek átértékelése egy minden rendelkezésre álló eszközzel, az összes ösztönnel, minden nemű zsenialitással végrehajtott kísérlet arra, hogy az ellenértéket, a nemes értéket juttassuk diadalra. Most az ellenérték Nietzsének a fogalomkörében az az emberfeletti ember volt, megint csak a szekularizációnak a kristálytiszta idézőjövet gyönyörű megfogalmazása. Tehát emberfeletti ember, nem arról van szó, hogy emberfelett van egy Isten, hanem az emberfeletti embert kell felemelni. Tehát egy egzisztencialista alapállás. És folytatja, sohasem létezett ennél alaposabb, ennél egyenesebb, ennél keményebb formája a támadásnak, melyet teljes frontszélességben vívtak meg, és amely a központ bevételére irányult. A döntő helyen, éppen a kereszténység székhelyén támadni, és a nemes értéket, ez az ember feletti ember, és a nemes értéket itt ültetni trónra, másként szólva belevinni őket a trónon ülő ösztöneibe, megint nagyon beszédes, hogy ösztönbe teszi szembe, tehát nem a lelkiségbe, belevinni az ösztöneibe, legmélyebben fekvő szükségleteibe és vágyaiba. Na ez történt Nietzsche szerint a reneszánszba. Következőképpen, és akkor szerintem most már szünetet ne tartsunk, mert mindjárt vége lesz. A következőképpen pedig azt fogjuk látni, hogy itt súlyos problémák adódtak, mint ahogy ezt eddig tapasztaltuk
a reneszánszba, hogy milyen erkölcsiség uralkodott el. Nietzsche által is láttuk egyébként, hogy mi történt abban az időperiódusban, és hát az ember elkezd azon gondolkodni, hogy most, manapság egyébként az egyház hogy vélekedik ezekről a kérdésekről, az Ó és az Új Szövetségi eszmerendszernek a, hát hogy is mondjam, konfliktusáról, amit ők egyébként tagadnak, hogy konfliktus lenne. Tehát az Ószövetségről hogyan vélekednek, hát itt még Nietzsche-t láttuk, ez pedig 16. Benedek pápa, és a következőket mondja az Ószövetségről, ezek után, hogy most elmondtam, hogy az én olvasatomban egyébként az Ószövetség, meg hát a Krisztus, vagy a Sixtus kápolnának az értelmezésben az Ószövetség, hogy milyen szellemiséget vázolt fel, ő a következőképpen nyilatkozik az Ószövetségről, és egyébként ez a katekizmusban van benne, ami azért elég durva, mert hát ebből oktatják egyébként a gyerekeket, meg hát a laikus híveket is, tehát ez egy szentencia, idézőjelben, ezt lehet úgy venni. És mit ír az üdvösségről? Azt írja, hogy üdvösségünk misztériuma az Ószövetségben rejlik. Tehát egész egyszerűen nem hajlandó kihátrálni ebből a nézőpontból, mondjuk ez nem is várható el szerintem, és változás egy jó darabig nem is várható, csak azért, hogy lehet látni, hogy az a szellemiség, ami megfogalmazódott 1500-ban a Sixtus kápolnában, az ugyanolyan szinten nyakig ellepi a pápaságot napjainkban is, ha még nem jobban, és nem csak az a durva egyébként, hogy a pápaságot ellepi, hanem most egy idézetet szeretnék felolvasni, megint csak az, hogy az ószövetségi gondolkodásmód egyes embereknek az értékítélébe hogy jelenik meg. Van Magyarországon egy párt, most azért politizálni nem nagyon akarok természetesen, csak hogy a politika szintjén is hogy jelenik meg az Ószövetséggel kapcsolatos konfliktus. Ez a párt, ez annak vallja magát, hogy ő egyébként radikális és jobboldali. Nem akarom kimondani a nevét, de már kimondtam ezzel, tehát tudjuk. Az ember nyilván arra gondol, hogy hát azért ők azért tartózkodnak, óckodnak egy kicsit ettől a magatartás mintától, mert hát mi magyarok egyébként nem biztos, hogy erre alapoznánk az erkölcsi és a szellemi töltésünket, és ugye ők elvileg minket hivatottak képviselni. Tehát nézzük akkor, hogy az egyházügyi kabinet vezetője hogy nyilatkozik ennek a pártnak az Ószövetségről. Volt egy konfliktus egyébként, és a parlamentben volt erről egy vita, és a következőket mondja. Sajnos még hívő emberek között is rendszerint felmerül az a téves nézet és gondolkodás, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség egymással szembe fordítható, s hogy az utóbbi Isten igéje, de az előbbi nem. Ez a gnosztikus gondolkodás számos sebből vérzik, és óriási tévedés. A kereszténység számára az Ószövetség és az Új Szövetség együtt szerves egész, egymástól elválaszthatatlan, sőt az utóbbi megértése és igazolása lehetetlen az előbbi megismerése és elfogadása nélkül. Az Új Szövetség nem érthető meg és nem is igazolható addig, míg el nem fogadom az Ószövetséget. Ez az egyházügyi kabinetnek a vezetője ennek a pártnak. És hát azért láttuk azt, hogy az Ószövetség mit képvisel és milyen szellemiséget, és ők pedig ezt hittel vallják, mert még egyszer mondom, tehát az ő szintjükön ez a legmagasabb pozícióban lévő ember képviseli ezt a gondolkodást. És volt olyan pártárs, aki egyébként nem így vélte, de hát teljesen az egész párt testületileg elhatárolódott attól a gondolkodástól, hogy hát ez egy különutas figura, tehát ezzel nagyon kell foglalkozni, ez amit követni kell. A következő képen, tehát ezt láthattuk, viszont amikor megfogalmazódnak ezek a gondolatok a pápaságba, akkor egy olyan helyzet áll elő, persze most megint van egy kis időbeli eltérés, de nem sokkal később, hogy ezek a gondolatok megfogalmazódnak, olyan történik a pápaság történetében, ami egyébként egyetlen egyszer következett be addig csak. Valamikor az 1200-as években, pápa nevét most sajnos nem tudok mondani, lemondott a pápa. Most 16. Benedek pápa lemondott, és az ember persze ilyenkor mindig egy kis reménnyel gondol a jövőre, és elkezd azon gondolkodni, hogy esetleg jön egy olyan minőség, ami hogy hát persze drasztikus eltolódás nyilván nem várható, csak hogy egy kis súlypont valamilyen irányba eltolódik, és érdeklődve várja, hogy például a következő pápának mi lesz a legfőbb gondolati vezér elve. És amikor Ratzinger pápa lemondott, azért bizonyos természeti események is bejátszottak itt a képbe, ami az ember azt mondta, hogy hát talán nem véletlenül történnek ezek az események, mert egyébként itt látni fogjuk, tehát a Vatikán, vagy a Szentpéter bazilikában azon a napon, mikor 16. Benedek pápa lemondott, belecsapott egy villám. Erre még lehet azt mondani, hogy na jó, és akkor most mi van, hiszen ilyen azért elő szokott fordulni máskor is, természetesen igen, mert ennek is utána néztem azért, hogy ez mennyire tekinthető jelnek vagy nem, hát számomra persze egyértelműen, egy évvel talán több százszor is belecsap a villám a Szentpéter bazilikába nyáron. Viszont télen, a pápának a lemondása az februárban történt, félenyén még nem is nagyon fordult elő.
És akkor az ember azt mondja, hogy hát talán itt valami égi jel következett be, hát, és akkor ezek után a következő pápát kinevezik, akit ugye tudjuk, hogy Ferenc pápa volt, és Ferenc pápának nézzük akkor, hogy az első megnyilvánulásai, hogy milyen megnyilvánulások fogalmazódnak meg ő általa, és hogy milyen magatartást fog egyébként, vagy szellemiséget tanúsítani az Ó és az Új Szövetséggel összefüggésben. És a következőképpen látjuk Ferenc pápának az első útjainak az egyikét, amit a zsidó vezetőkhöz vezetett, az első útjainak az egyike, és valahol a tengeren túl volt egyébként a pápa, ahol adott egy nyilatkozatot, mikor repülőgépen repült vissza, a sajtó rendelkezésére állt hozzávetőleg egy órán keresztül, és akkor különböző kérdéseket tettek fel neki, és természetesen szóba került egyébként az Ó és az Új Szövetségnek a viszonya is, hogy milyen összefüggésbe jött ez a kérdés, és hogy kitől azt nem tudom, de Ferenc pápának viszont a válasza az egyértelműen itt a rendelkezésünkre áll, megint csak hiteles forrásokra igazolható, azt hiszem az Olasz La Repubblica lapnak volt az újságíró, aki feltette a kérdést, amire a következő válasz érkezett, és ez a Ferenc pápának már az újonnan megválasztott pápának a kijelentése. A zsidók összes hányattatásuk ellenére megőrizték hűségüket az örökkévalóhoz, és ezért soha nem lehetünk nekik elég hálásak, sem mint egyház, sem mint emberiség. A II. Vatikáni zsinat óta újra felfedeztük, hogy a zsidókkal azonosak a szent gyökereink. Tehát ezek után ezt lehet látni, hogy mennyire várható akár csak egy minimális eltolódás is az én értelmezésemben pozitív irányba ettől a pápától, és a pápaságnak a mostani állapotából, hát nyilvánvalóan semmi sem, és akkor hát lehet látni, hogy ennek mi lesznek a következménye ennek az alapállásnak, ezt a Szent István Bazilikába fényképeztem karácsonykor, egyértelműen és jól pozícionált helybe megjelenik a menóra a Szent István Bazilikába és különböző ünnepeken. Most a következő képen azt fogjuk látni, hogyha ez a gondolkodás hangsúlyosan megjelenik az emberi gondolkodásmódba, hogy ez milyen erőnek a hatására, tehát milyen erő áll az emberiség mögött, amikor ez megjelenik, és hogy a képjelek által igazolható-e, hogy az a sötét energia, az a sötét minőség, ami egyébként eluralja az életünket, hogy az Ószövetség és összefüggésbe hozható az Ószövetség Istenképpel. Na most itt ezen a képen Salamon királyt láthatjuk, mögötte viszont, ez a Sixtus kápolnáról van a kép, mögötte viszont Giottónak a festményét, a Scrovegni kápolnából, ahol magát az ördögöt ábrázolja. Most ez a két kép egymás mellé van kértéve, és csak arra kérek mindenkit, hogy nézzék meg a kontúrokat és a két arcnak a profilját. Tehát láthatjuk Salamonnak az arcvonásait, nézzük meg a homlok vonulatát, az órát és a szakállát. Mondjuk itt le van sajnálatos módon vágva a kép, de a szakáll az pontosan ugyanazt a mozgás tendenciát mutatja, mint egyébként az ördögnek. Na most én ezt nem azt mondom, hogy egyértelmű, most ez maga az ördög, de hogy ez a sötét minőség annak a gondolkodásnak a kisugárzásában jelen van, az teljesen világos és egyértelmű, ezekkel a képjelekkel megfogalmazva. Tehát azért mondom, hogy gyönyörű párhuzamokra tud rámutatni egyébként a művészet, még ha egymástól eltérő időciklusban is fogalmazódtak meg, mert a két megfogalmazás között azért legalább 200-300 év eltelt. És a következő képen pedig azt fogjuk látni, Ferenc pápának az egyik miséjének alkalmával történt ez a jelenet. Azt hiszem, hogy pontosan ebben az időben robbant ki az ukrán konfliktus, és Ferenc pápa ezt a miséjét, amit a Szent Péter bazilikába tartott, a Szent Péter tér felé celebrált, felajánlotta az ukrán békéért, és a forgatókönyv az volt egyébként ezen a misén, hogy majd a Isten tiszteletnek egy adott pontján a háttérből előjönnek gyermekek, két kislány, ez itt látható is közülük az egyik, és a fehér galambot, a Szentlélek szimbólumát a béke érdekében el fogják engedni. Innen. Tehát mondom, ezt hangsúlyosan figyeljünk arra, hogy a Vatikánba vagyunk. Még egyszer hangsúlyozom, tehát a szakrális központjába, a pápaságnak, meg a kereszténységnek. Tehát elengedik a fehér galambot, a Szentlélek szimbólumát, ami egy nagyon szép dolog. Tehát ezt teljesen egyértelműen el kell fogadni, hogy a béke érdekében, hogyha én ilyen gesztusokat gyakorlok, azon nem nagyon van kivetni való. Most nem is ebbe szeretnék egyébként itt hát idézőjelbe belekötni, hanem mennyire tanulságos lesz a kép. A következő képen azt látjuk, hogy amint a fehér galambokat elengedték, de abban a pillanatban szó szerint, és erre az egész világ egyébként szemtanúja volt, mert mindenféle tévétársaság és a sajtónak különböző képviselői jelen voltak, tehát élő egyenes adásban közvetítették ezt a misét. Abban a pillanatban, hogy a fehér galambot, a Szentlélek szimbólumát elengedték, egy fekete varjú vagy holló megjelent mögötte, és a következő képen pedig azt látjuk, hogy dolmányos varjú, hogy a következő képen pedig levadásza ezt a fehér minőséget. Na most, hogyha megint elkezdünk ezen egy kicsit elmélkedni, akkor azt látjuk, hogy azért gyökereibe, vagy legalábbis valahol az alapjaiba, vagy inkább ilyen emlékképek szintjén még valahol mégiscsak ott van a jó szándék, és a Szentlélek valamilyen szinten munkálkodik azért ott is,
de hogy a sötét minőség garantáltan ott a centrumban is megfigyelhető, az teljesen egyértelmű. Mert az, hogy ezt a galambot abban a pillanatban le tudja vadászni az a sötét minőség, az nem azt jelenti, hogy kilométerekről távolabbról érkezett oda, hanem az azt jelenti, hogy ott volt. És tulajdonképpen várt erre a minőségre, hogy lecsaphasson rá. Aztán, hogy a galambnak mi lett a sorsa, nem tudom, én azt hiszem, hogy állítólag megmenekült a galamb. Ez egy pozitív fejlemény nekünk, hogyha megint csak szimbólumban gondolkodunk, tehát meg lehet itt nyugodtan támadni a Szentlélek szimbólumát, de elpusztani nem lehet. De a jelzés mindenképpen ott van, hogy belemar ez a sötét minőség és le fogja vadászni, legalábbis a mai értékítélet szerint. A következő képen pedig még láthatunk egy másik képjelet. Amikor II. János Pál pápát, tehát én most csak a pápaságra és a gondolkodásmódjára szeretném itt kiélezni itt a gondolatmenetemet, hogy azon a napon, mikor II. János Pál pápát szentté avatták, történt ez a baleset, ez egy olasz kis hegyi faluba történt, hogy egy diákcsoport felment erre a hegyre, és hát tiszteletét tette a Krisztus szobra előtt, nyilván ez egy ilyen spirituális aktus is volt valamilyen szinten, de ez a szobor abban a pillanatban, amikor a gyerekek odaértek, ledőlt. És a őket vezető tanár pedig agyon ütötte. Tehát akár még halál. Nem akár, hanem ez egyértelműen, tehát megint csak igazolható, ez tényről van szó. Tehát halált okozott ez a baleset. Hát most azért olvassuk össze itt a dolgokat. Tehát szentté avatunk egy pápát, aki egy olyan pápa volt, mint II. János Pál pápa, és hát ezt a Krisztusság valahogy nem tudta elviselni. És ennek azért most már itt áldozata is lettek. Tehát itt ledőlt tulajdonképpen a krisztusi minőség. Itt arról is van szó, hogy az a szellemiség, amit egyébként ma a Vatikánból sugároznak, vagy pedig egyébként közvetítenek és képviselnek, az egyértelműen arra irányul, ha kimondva nem is természetesen, és nem is feltételezem, hogy egyház minden tagjával ez így lenne, de a gyökerében mégiscsak ott van, a Krisztusságnak a ledöntésére irányulnak ezek a dolgok és ezeknek a szellemiségnek a propagálása. Na most a következő képen, itt most már tényleg a zárszó következne, ehhez írtam egy kis szöveget, és itt most azért tényleg azt kérem, hogy akik gyengébb idegzetű emberek vannak itt, tehát most nem olyan képjelek fognak következni, mint az elején volt, egy kortárs művészeti kiállító térbe látogatunk el, és azért ezt így könnyebb viszonylag megemészteni, hanem itt előre azért elmondom, hogyha valaki ne akarja, akkor tényleg ne is nézze. Egyik oldalon, ha jól emlékszem, hogy betettem, Caravaggio-nak egy festménye van, ez még eddig teljesen, vagy lesz majd látható, a Dávid és Góliát történetéből, tehát mikor Dávidot lefejezi, illetve Dávid lefejezi Góliátot, és a másik oldalon, tehát a két kép egymás mellé van téve, ott pedig az iszlám államnak egy katonája egy embert fejez le, de maga a lefejezésnek az állapota, tehát azok a pillanatok látszanak, és ezt a két képet egymás mellé tettem, és ebből jöttek bizonyos gondolatok, amit most szeretnék zárszóként felolvasni, és tehát akkor kérem, hogy aki nem szívesen nézze oda, az ne nézzen oda. Tehát a képen két lefejezést látunk. Az egyik oldalon Caravaggio Dávid és Góliát című képén megjelenítve, a másik oldalon az iszlám állam egy katonája által végrehajtva a maga kegyetlen brutalitásában. Dávidra hősként tekint az emberiség, míg az iszlám állam katonájára közönséges terroristaként. Az egyik tettet indokoltnak, míg a másikat elfogadhatatlan barbarizmusnak tekintjük. Miért? Mert kisgyermek korunk óta Dávidon és az Ószövetségi Szentírás hagyományán szocializálódtunk. De legyünk már végre őszinték magunkhoz, legalább egyszer az életben. Mitől válik hősiessé az a Dávid által képviselt szellemiség, mely gyilkol, kegyetlen és bosszúálló, és mitől lesz alávaló terrorista az, aki egyébként a dávidi magatartás, mint a tükörszimmetrikus megnyilvánulásaként szintén a brutális gyilkolás útjára lép? Mitől lesz Isten megszentelt akarata népek vasborona és mészkemence általi kiirtása Kánaán földjén, és mitől lesz nácizmus és holokauszt ugyanazon eszközökkel végrehajtott népírtás Dachauban és Auschwitzban? Látnunk kell, tetteinek igazolására mindkét minőség önmaga vélt igazát állította. De lehet-e igaz az, ami jogainak érvényesítését az egyik legnagyobb szentség, vagyis az emberi élet kioltása árán szerzi meg? Az a terrorizmus, amely az Ótestamentum igehelyéből köszön ránk vissza, az idők folyamán egyrészt teológiai érvelések által szalonképessé lett sminkelve, másrészt műalkotásokká válva az európai kultúra és műveltség sarokköveivé vált vagy szelidült, az a terrorizmus pedig, amely korunk szentírásából a televízió csatornák kanálisából ömlik ránk, annak ellenére, hogy az előbbivel minőségazonos szellemiséget képvisel,
az európai kultúra és az egyetemes emberi értékek tragikus végpontjának tételeződik. Hogy ezt a végzetes ellentmondást nemhogy megvitatni, de még csak meglátni sem vagyunk hajlandóak, annak egyik legfőbb oka nem más, mint hogy a mérleg nyelve elbillent, a kettős mérce diadalt ül, a káosz és a téboly eluralkodik a fejekben. Ennek az alapjaiban patológikus állapotnak a forrása pedig nem más, mint saját tompultságunk. Mert miközben nap mint nap konkrét valóságában szembesülünk a brutális kegyetlenség megannyi formájával, még csak véletlenül sem gondolkodunk el az uralkodói státuszba emelkedett emberellenesség forrásán, vagyis meg sem próbáljuk beazonosítani annak hajtóerejét, csupán a forró kamillás fürdő habjai közül, ernyett állapotban, tágra nyílt boci szemekkel értetlenkedünk, hogy hová fajult a világ. Nos, az a rossz hírem van, hogy sehová. A világ ugyanis az ember tükre. Ha tehát valaki elfajult, akkor az nem a tükör, hanem az abból visszanéző démoni tekintetek tulajdonosa az ember. S miért válhatott az ember a letaszított angyalok édestestvérévé? Mert restségből, gyávaságból, kényelemből, vagy érdekből a hiszékenység hiszeg egy istenét kezdte mantraszerűen imába láncolva megidézni, nem véve észre a nagy bűvész mutatványt, hogy a judeokrisztián mázzal bevont cilinderből nem nyulat, de még csak nem is Isten bárányát, hanem magát a fenevadat húzta elő az egyházi doktrína akkor, amikor a gyilkos, embergyűlölő jakveképet közös nevezőre emelte Krisztus mennyei atyával, a mindenségbe életet lehelő szeretet alapú teremtő.